Jó estét kívánok a hétvége nézőinek! Nos, az időjárás meglehetősen szomorkásra fordul, de azért én ígérem önöknek, hogy ennél jóval vidámabb lesz a ma esti műsorunk. De ha már kint ilyen esős idő van, akkor én ajánlom önöknek, hogy természetesen csak a műsor után ragadjanak a kezükbe egy jó kis mesekönyvet, legyen az egy népmese mondjuk, és olvassák el akár már a befűtött kandalló előtt. Mert hogy szeptember 30-a az a népmese napja lesz, és erről beszélgetni fogunk bizony, hogy miért érdemes olvasni népmesét, mind a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Aztán lesznek komolyabb témáink is, például az, hogy a fiatalok mostanában miért nem nősülnek, miért várnak olyan sokáig, miért halogatják a házasságot, és hát így a családalapítás gyermekvállalást is. És lesz még egy témánk, a Szent Mihály napja, amitről beszélünk, Bükk pedig, amely most már 750 éves város az idén, ők pedig nagyon megünneplik ezt az alkalmat. És érdemes lesz nekünk írni is, nem csak nézni minket, a 0620-2020-800-as telefonszámra küldjenek nekünk SMS-t, és talán nyerhetnek. Lesz választék bőven, ugyanis az egyik szerencsés nyertes egy darab családi belépőjegyet kap az október 2-án kezdődő díszmadár kiállításra, aztán sorsolunk egy darab páros belépőjegyet a Bükki Szent Mihály napi vigasságra, programsorozatra, és egy üveg vörös bort is ezekre a hideg estékre kisorsolunk. És már be is mutatom a stúdióban ülő vendégeimet, Tóth Tamást, a Bükki Művelődési és Sportközpont könyvtárának igazgatóját, és Hánagy Katalint rendezőt. Jó estét kívánok! Mert ugye a témánk ez az október 1-2-3-án induló Szent Mihály napi vigasság, ezzel zárulnak ugye ezek a Bükki Kultúr Wellness napok, és hát alaposan meg lesz ünnepelve, még a Bükki Rómeus Júlia is elő lesz adva, jól gondolom, ugye ő Szalai Veron balladája lesz. Igen, ez pontos megfogalmazás volt. Valóban a történet erről szól, hogy működött napjainkban, vagy nem napjainkban, hát körülbelül a 900-as években, amikor ezt a kis balladát valószínűleg mondogatták a faluban, és a gyűjtések alapján kiderült, hogy a Szalai Veron egy létező személy volt, akinek az apukája, az édesapja Szalai intéző, az tulajdonképpen ott Bükön fellelhető személy volt. Ugyan a ballada nem tisztázható, hogy ez kizárólag Büki ballada-e, hiszen a halálra táncoltatott lány balladájáról beszélünk. Ez az egész országban mindenhol megtalálható, de ez Bükön nagyon szépen ráfordították ugye a helyi eseményre feltehetőleg, ezért is maradt meg ez a ballada így, és hát ezért gondoltuk, hogy hát ha lenne aktualitása, azon túl menően, hogy az ünnepség sorozat része, és mégiscsak egy helyi gyűjtésnek a felelevenítése, de talán mond valamit a mai fiúknak és lányoknak is, hogy hát bizony régen hogyan kellett házasodni. Akkor ez valahol már kapcsolódik egy picikét a következő témánkhoz, amit ígértem, hogy most már később házasodunk. De ugye ez egyben arról is szólt, hogy a lány talán felsőbbikű volt József, a fiú pedig, vagy János, most ebben már nem vagyok biztos, ő pedig alsóbbüki. Na most ez az ellentét még megtalálható Bükön, ez a felsőbbük, alsóbbük, vagy nem? És lehet, hogy pont erre jók ezek a hosszú vigasságok és alkalmak, hogy összehozzák. A valószínűleg ezt a műsort az interneten keresztül, ezért diplomatikusan azt mondom, hogy valószínű, hogy nem, de minden városban, minden településen, de Bükk azért tetszik, nem tetszik, egy lassan tízesztendeje város, azért a falusi közösség még megmarad. Tehát megvannak az ellentétek, megvannak az örökké tartó barátságok, és megvan a közösség. És az a jó, hogy a művelődés és sportház, vagy könyvtár, ahol az események vannak, az pont ott való középen helyezkedik el, nem? Hát mi Középbükön vagyunk már, igen, ugye? Mi már Középbükön vagyunk a központban. Hát talán, én tudom, hogy ez egy nehéz megfogalmazni az egészet. Én úgy gondoltam, hogy ennek az egész 750 éves jubileumnak, a Szent Mihály napnak, és lezárunk most egy elég nagy intervallumot, lezárunk egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dús és nagyon-nagyon gazdag nyarat, tavaszt, őszt, de azt gondoltam, hogy a Bükki legendárium, a Bükki néptánc hagyomány, és az a munka, ami itt Vas megyében folyt eddig is, és remélem, hogy folyni is fog még ezután is, az megérdemel egy ilyen kis megyei összefogást, hiszen azért el kell, hogy meséljük, hogy Kati néni személye az biztosíték volt arról, hogy egy nagyon jó rendezés lesz, egy nagyon jó dramaturgia lesz, hiszen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon több hónapot dolgozott rajta
fiával, Horváth Győzővel, vagy az Ungareska igazgatójával, és hogyha az Ungareskát említjük, természetesen benne van a táncegyüttes, benne van a Pesovár iskola, három csoportja, ugye jól tudom, három csoportja, tehát a Csollányné Horváth Krisztina, Csollány Csabi, Horváth Győző, kedves felesége Andinak a munkája, tehát az a dramaturgia, koreográfia benne van, és akkor emellé jöttek még a bükiek, sok színpad, ugye Nika Robi vezetésével, vagy sok színpad egy része, ugye a csapatból, a népdalosaink, a művelődési ház büszkesége, ugye a Keltike és a Napvirág népdalcsoport Pintér Amikó vezetésével, a büki felnőtt néptánccsoport, akinek az első színpadi megjelenése lesz, ugye aki Csaba, Csollány Csaba minden csütörtökön nyúzott a művelődési házba, idézőjelben teszem ezt, hogy nyúz, hiszen örömmel jönnek ezek a fiatalok és idősebbek táncolni, és hát számomra, mint igazgatónak pedig büszkeség, hogy erre az ötletre, amit én tudom, hogy nagy munkát adtam, de erre az ötletre rá tudtam venni Katinénit, rá tudtam venni Győzőjéket, hogy ezt csináljuk meg közösen. És ez nem csak Bükről szól, hanem az egész megyéről. Szól a néptánc mozgalomról, szól a muzsikáról, hiszen a Bogja is ott lesz, hiszen Földesi Jánosné és Földesi János a zenei szerkesztője a darabnak, de talán még talán nem bántjuk meg Simon Ottót, még a Vörös János Színház is benne van, hiszen a fővilágosítója fog nekünk világosítani. Tehát minden benne van, amire azt gondoltuk, hogy ez méltó lesz, hogy egy... Egy zárásra, nem? Hát zárás, igazából zárás egy nagy körnek. Mert hogy Szent György napjával indult ez, igen, a nagy Büki Kultúr Wellness hát program sorozat, igen. Indult. És bár szeptember 29-e, ugye Szent Mihály napja, ez október 1-2-3-án. Háromnapos programsorozat lesz. Hát remélem nem ülünk fel Szent Mihály szekerére, bocsánat. Remélem nem ülünk fel Szent Mihály szekerére. Én azt gondolom, hogy ahogy régen számot vetettek a gazdák, a paraszt emberek, most mi számot vetünk, és én remélem, hogy minél többen jönnek el, hiszen ahogy már szoktuk, ez a darab is ingyenes, tehát bárki bejöhet, megnézheti. És én úgy gondolom, a koncertek, hogy ugye azok... Azok fizetősek. Arra is sorsolunk. 50 forintot kell fizetni. De aki nyer, a mai nap neki napi koncertekért, tehát nem egy koncertért, hanem a napi koncertekért, pénteken és szombaton. De én úgy gondolom, hogy azokkal, akikkel dolgozunk, hiszen Kati nénivel megyünk vissza Bükre, hiszen még folynak a próbák a mai nap és holnap délután összpróbák vannak. Én úgy gondolom, hogy akik ebbe a darabba részt vesznek, akik ennek a darabnak a motorjai, a szereplői résztvevői, azok mind nagyon-nagyon odarakják magukat, és nagyon-nagyon szeretnék, hogy ez nem csak most erre az egy alkalomra, hanem lehetőleg minél több alkalomra meg lehessen mutatni, hiszen ilyen még, ha jól tudom, a megyében nem volt. Hát nem nagyon, és azt gondolom, hogy abból a szempontból is fontos, hogy a benne közreműködő együtteseknek egy kicsit másfajta feladatot ad ez az előadás. Ugyanis hát ez tulajdonképpen egy táncszínházi produkció. És hát itt minden közreműködőnek egy kicsikét előadó művészként is kell dolgozni, tehát nem arról szól, hogy különálló koreográfiák vannak, és akkor azok úgy egymás után megtörténnek, és aztán mindenki meghajol a tánc végén, és akkor jön a következő, hanem ez egy folyamatos jelenlétet igényel, kicsi gyerekektől a felnőttekig beszámítva, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg mindenkinek egy kicsikét ugye a lelkét, a technikai tánctudását, sok mindent át kellett formálni, úgyhogy nem véletlen, hogy tényleg hónapok óta készülnek erre a munkára. Csak az együttesek készülnek, vagy itt a bükiek, akinek volt kedve, ugyanúgy csatlakozhattak? Hát nem a volt kedve, tehát az nem működött, hogy a volt kedve. Az az igazság, hogy ennek egy nagyon komoly szövegkönyve van, amit egy hozzáértő barátom, a Győri Vaskakas Bábszínház igazgatója, Kocsis Rozi írt meg, aki amúgy egyébként dramaturg is. Tehát ennek egy színházi forgató szövegkönyve van, és utána egy színházi forgatókönyve készült. Úgyhogy minden egyes rész tulajdonképpen egy nagyon-nagyon komoly, külön kis epizód, amit aztán ki kellett találni, hogy kapcsolódik egymáshoz is az egésznek a lényegét. Tulajdonképpen egy sirató adja, amely siratóban
elmesélik ugye ennek a Szalai Veronkának az élete történetét, és ez elevenedik meg, ez az élettörténet a színpadon. Ennek a szöveges és énekes hátterét adja a Kertike csoport, akik végig éneklik ezt a több mint egy órát, és ebben erre az énekre történnek meg tulajdonképpen akár koreográfiában, akár pedig egyéb mozgással elbeszélt kis történetecskék, amiből fölépül, hogy mi történt ezzel a kis Szalai Veronkával, hogyan alakult az ő kis szerelme, és hát mi lett a dolognak a vége, hogy történt az ő halálra táncoltatása. De nem lesz ez egy tragikus előadás, nem úgy fejeződik be, hogy meghalt és kivitték, meghal és kiviszik természetesen. Nem kell élet... mindent elárulni. Nem, de az élet folytatódik tovább, és minden újra kezdődik, hiszen vannak nekünk gyerekeink, akikkel megint újra kezdődik minden. Minden nap látható lesz Szalai Veronkának a története, vagy a három nap közül csak egy? Csak sajnos egy napon pénteken. Elnézést. De majd ezt az előadást még szombathelyén is játsszuk, december 5-én az Ungareska jubileumon. Közel 200-on szerepelnek. Katrinnek elmondjam. És hát, hogy az egész hétvégéről... Csak ebben a darabban? Vagy... Csak ebben a darabban. Ez hihetetlen, ez nagyon szép szám. Ennyi embert épp elég volt akkor ezt leszervezni, hát mondtam, hogy mindenkinek... Nem egyszerű dolga van Katrinének, mint rendezőnek, úgyhogy... De hát talán ettől örömteli, hogy a már nagy néptáncos nemzedék és a felnövekvő néptáncos nemzedék az ott van, ott lesz a színpadon. Meg hát az, hogy helyiek, akik lesznek a helyi kultúráért, a helyi közösségért. És ráadásul egy olyan történetről szól ez, ahol ők élnek. Úgyhogy ezt még inkább mindenki a magáénak érezheti majd. A másik nagyon fontos dolog az, hogy körítettük az egész ezt a napot úgy, hogy mindenki, aki bükért tesz, aki bükön a kultúrában szerepel, az csütörtökön este egy gála műsorban lehet látni, ahol szintén várjuk a kedves nézőket, hiszen az összes énekkarunk fellép, ebből van 5 felnőtt énekkar, tehát a női kar, férfi kar, madrigál kórus, Kertike, és a sok színpad is fog egy kicsit szerepelni előtte napig, hogy ki ne pihenjék magukat véletlenül az előadásra. És hát azért megspékeltük egy kicsit koncertekkel, egy kicsit sikeres helyi termékpiacunkkal. Ezt meg már mondani se kell, mert ez már minden egyes programban benn volt. Tamás, én most beléd folytam a szót, mert tudom, hogy te nagyon tudsz beszélni, de fogunk még találkozni, mert így is sokat találkoztunk. Már csak azért is, mert hogy Bükön mindig van valami program. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Mi köszönjük. Szeptember 22-e volt az autómentes nap, Szombathelyen akkor ünnepeltünk, és ennek kapcsán a Szürcsapó óvodában, ami most már joggal kapta magának a Zöld óvoda címet, megszerezte, ott a gyerekeknek a megújuló energiáról, biztonságos közlekedésről, egészséges életmódról és még sok minden másról hallhattak előadást és tudhattak meg többet. Ezt láthatják most önök is. Az autómentes napon a szokásosnál is több bicikli parkolt szeptember 22-én a Szürcsapó óvoda előtt. Két kerekű biciklivel jöttem. A Szürcsapó óvoda örökös birtokosa a Zöld óvoda címnek. Ezt többek között azzal érdemelték ki, hogy számos olyan jeles napról megemlékeznek, amely a fenntartható fejlődést szolgálja, ilyen az autómentes nap is. Gyerekekkel olyan foglalkozásokat, kezdeményezéseket, tevékenységeket csinálunk, ami felhívja a figyelmet arra, hogy mennyivel jobb, ha olyan közlekedési módokat választunk, ami nem szennyezi a levegőt, ami az egészségünket tovább erősíti. A biztonságos kerékpározáshoz nélkülözhetetlen bicikli tartozékokkal ismerkedtek a gyerekek. Még egy fényvisszaverőt nem találtatok meg. Még valahol van egy fényvisszaverő. Ott is, de nézzétek meg itt a pedált, ha elfordítom. Ott is bizony, ahogy hajtjuk a pedált, még ott is látjuk a fényvisszaverőt. Sisak, kesztyű és fényvisszaverő ruházat, mindezek szintén a biztonságos közlekedést szolgálják. Ezeket a már-már divatosnak is mondható eszközöket nem csak megmutatták a kicsiknek, hanem magukra is ölthették azokat. A memória játékkal a közlekedési táblák információit gyakorolhatták, és persze a kézműves foglalkozásoknak is ez volt a fő témája. Azt tanultam, hogy a legfontosabb a visszaverő fény, hogy meglássanak az autósok, nehogy elüssenek.
A szervezők szerint fontos, hogy minél korábban megtanulják a gyerekek a kerékpározás és a gyaloglás amellett, hogy környezetbarát, még egészséges is. Beszélgettünk a tömegközlekedésről, a gyaloglásról, a kirándulásokról, a biztonságos közlekedésről, a tömegközlekedésről, és akár az illatokról is, hogy mennyivel jobban érezzük az illatokat, ha nincsen akkor a forgalom, hogy miért jó kint a természetben. Tehát sok mindent be lehet hozni ebben a napban, ennek a napnak a keretébe sok olyan tevékenységet, ami megerősíti, hogy fontos, hogy egészségesen éljünk. Nem csak nekünk, hanem a környezetünk szempontjából is. Ebben nagyon jó partnereink a szülők is, hiszen ha megnézik, nagyon sok jöttek ma kerékpárral ennek a napnak a tiszteletére, és azt is tudjuk, hogy itt az óvodában nagyon sokan használják a kerékpározást is, mint közlekedési formát, ami a városunknak is köszönhető, hiszen nagyon jó kerékpár úthálózatot építettek ki. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, így rendszeres témái a játékos foglalkozásoknak a megújuló energiák is. A zöld óvoda az autómentes napon vendégül látta a mocorgó óvoda apróságait is. Zöld óvoda lévén mi is nagyon sokat foglalkozunk a természettel, és nagyon szeretjük a gyerekeket megismertetni olyan dolgokkal, ami a természettel kapcsolatos növényekkel, virágokkal, és örömmel tapasztaltuk, hogy ez az óvoda is nagy gondot fordít erre. A gyerekeink nagyon jól érezték magukat, nagyon érdekelte őket az a rengeteg féle fűfavirág, amit itt láthattak. A kerékpározás, meg az ügyességi játék. A Szűrcsapó óvoda autómentes napjához a Vas megyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott. A rendőrség Megóvlak elnevezésű programjának keretében a kicsik igazi akadálypályán próbálhatták ki a biciklizést. Volt, aki kettő, mások viszont kétszer kettő keréken. Az egyik legizgalmasabb feladat pedig a gyorsulási verseny volt. Szeptember 30-a, ahogy egyszer már mondtam, az a magyar népmese napja, bizonyára sokan nőttünk már föl ezeken a meséken. Mostanában azonban már megoszlanak a vélemények, hogy egy mesének milyennek kell lenni. Okítani kell, nem kell okítani. Nos, erről is kérdezem a stúdióban ülő vendégemet, Bogát Margitot, klinikai szakpszichológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval mi a helyzet a népmesékkel, ha már egyszer így ünnepeljük szeptember 30-a a napja? Miért fontos, hogy a gyerekek egyáltalán halljanak élő mesét? Hát a mese tulajdonképpen az érzelmi nevelés legfontosabb eszköze, életünk első pillanatától kezdve jelen van, hisz az a világ, ahogy a kis csecsemő, amikor kilép az életbe és megtapasztalja a tárgyakat, a jelenségeket, az embereket, ez már egy mesés és színes világ. Hát mi szülők kis színes játékokkal, könyvekkel, mesekönyvekkel vesszük körül őket, és hát a leges-legelső, amivel igazán találkoznak a gyerekek a közvetlen a szüleiken kívül, azok a mesék, a játékok és a mesék. Nagyon-nagyon kicsi korban már, egészen korán fogékonyak a mesére, a mesefigurákra, a hangokra, a színekre, a formákra. Tehát a mese az maga a csoda és az életünk része, és hát nagyon-nagyon sokszor végig is meséljük, vagy még álmodozzuk az életünket. És milyen egy jó mese? El kell, hogy rugaszkodjon a valóságtól, vagy nem? Mert a népmesék annyira, ott azért volt minden, nem a népmesékben. Sokszor most már azt mondjuk, hogy egy-egy népmesét nem is szívesen olvas el valaki az unokájának, mert azt gondolja, hogy ez most már sok. Igen, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy milyen a jó mese. A jó mese mindenképpen életszerű és valóságos, gondoljuk mi felnőttek, és például a népmesékben nagyon sok felnőttes elem, felnőtt dolog, felnőtt tulajdonság, agresszió, bánat, szomorúság, megküzdés, feladat, sok minden van. Miközben nem számolunk azzal a ténnyel, hogy pszichológiailag, fejlődéstélektanilag a gyerekek világának az a szakasza, amikor nagyon közel állnak a mesékhez, az úgynevezett
gyermeki szinkrétizmus, amikor a saját világokat teremtik meg. Tehát adva vannak a figurák, az eszközök, a felnőttek, az események, a pozitív, és ne legyenek annyira adva negatív. A negatív dolgok, de a gyerekek saját maguk csinálják meg a saját maguk világát. Ehhez nekünk csak eszközöket és segítséget kell adnunk. De akkor ezek szerint mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy milyen lesz az ő világuk, hogy alakul ki. És akkor el is mondom, hogy igazából a stúdióban ez a sok-sok szép kis rajz, ez ennek most van itt a létjogosultsága, hiszen a Show Plus Kft. Arra kérte a Superinfo olvasóit, hogy a népmeséket illusztrálják, és nagyon sok gyermek láthatják ragadott színes ceruzát, illetve ecsetet a kezébe, és aztán ilyen csodálatos dolgok születtek. Én pedig akkor most meg is kérem a szakértőmet, hogy kettőt kukkantsunk is meg, aztán ezt én is mutatom közben. Két kis festmény igazából, amelyben ugye a mese figurákat elevenítették meg a gyerekek. Adom is, hogy... Mit lehet ebből tudni, vagy mire lehet rájönni egy kis gyereknek a lelki világát? Hát, hogy tükröz egy ilyen rajz? Mindenképpen fontos dolog az, hogy az ő képzelet és fantázia világában az ismert vagy nem ismert mesetárgy vagy mesealak hogyan jelenik meg, hogy milyenek a formái, a színei. Ennek a kis, gondolom, hogy kisfiú lehet inkább, ennek a kisfiúnak a színeiben erősebb és mélyebb színek vannak, és nagyon markánsak a vonalai. Tehát szereti az ilyen nagyobb állatokat, meg az erőt, az erősséget. Nyilvánvaló, hogy a rajz az egy tudattalan kivetítési eszköz. A kisgyermek fejlődését, belső lelki világát a rajzaink keresztül tudjuk igazán kiskorban elemezni, megértékelni. Minden, ami őt motiválja, minden, ami benne van, az megjelenik a formákban és a színekben. És ez a rajz? Ebben nincs kék, nincsenek mély színek? Ez egy elevenebb, ez egy pattogósabb, tüzesebb, de mégis lágyabb megközelítésű rajz. Egyébként érdekes, mert Nagy Katalin, aki az előző beszélgetésben itt volt rendező, ő is ránézett a rajzokra, és azt mondta erre a színesebbikre, hogy micsoda életvidám kisgyerek lehet, aki ezt rajzolta. Ez egy tüzes temperamentum, ez egy pattogósabb, ez pedig egy inkább az erőre koncentráló, tehát egy ilyen magát védő, vagy valamiféle hőshöz hasonlítani akaró típusú gyerek lehet. És miért fontos az, hogy a gyerekeknek élőben meséljenek, tehát hallják a mesét, és ne csak a televízión keresztül, hiszen most már ugye egyszer ott van a kép és a hang a tévében, mesefilmek tömkeleg árasztja el őket. Rettentően fontos, hisz a mese tulajdonképpen az alapvető érzékleti szerveinken keresztül az észlelet világát, a magasabb rendű idegrendszeri folyamatainkat segíti, tehát a belső képzeletet, a belső hangot, a belső világot, a belső fantáziát. Ha oda teszik a képet helyettünk, ha megrajzolják a figurát helyettünk, ha megálmodják és elképzelik a hangokat, a jeleneteket helyettünk, akkor azt nem mi végeztük el. Tehát nem az ő belső érzékleti világa, nem a belső érzései és érzelmei fejlődnek ezáltal. Nagyon-nagyon fontos eszköze az érzelmi fejlesztésnek a mese. Mondhatnám azt, hogy talán a legfontosabb, és nem csak az érzelmi fejlődésben, hanem ha problémák vannak egy kisgyerekkel, akkor akár a gyógyításban és a terápiában, a mesén és bábjátékokon keresztül nagyon-nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Fontos eszköz. Én szomorúan látom azt, hogy a gyerekek egyrészt kevés élő mesét hallgatnak, másrészt pedig a kezükben a tablettel, vagy az interneten elérhető, YouTube-on itt-ott elérhető meseanyaggal, ami nem feltétlenül rossz, hisz a tapsi-hapsi relaxot például szoktam ajánlani gyerekeknek az impulzusaik és a gyors mozgásaik lenyugtatására, de tulajdonképpen nagyon fontos lenne az élő mese, az anyasztájából, apasztájából jövő mese, és az interaktív mese,
amiben együtt alkotunk valamit, amiben beleviztük a hétköznapi valóságot, amiben beleviztük a vágyakat, a fantáziákat. Amiben akár ő is szerepelhet, nem? És akár megjelenik. Ő is szerepelhet, és beleviheti saját magát. Hát tulajdonképpen, amikor egy kisgyereknek baja van, és kiteszem a bábokat, és hozzányúl a bábokhoz, és keres magának egy szerepet, és elkezd játszani, akkor pillanatok alatt kijátsza a problémáját. Sok problémája van a gyerekeknek? Nagyon. Nagyon. Szomorúan mondom, de van. Nagyon sok. Még visszatérve a rajzokra, hogy azt is hallottam, hogy mivel állatokat rajzoltak le, hogy nagyon jó lelkűek, mert hogy azok a gyerekek, akik állatokat rajzolnak, meg szeretik az állatokat, az ők is lelkük akkor finom, valószínű. Igen. És hát ugye a népmességben is... Hiányuk is van az állatokból, tehát igen, szeretik is az állatokat, ugyanakkor meg hiányuk van. Nekem van egy kis kutyám, egy terápiás kutyám, és akkor gyerekekkel foglalkozom, a kutya nagyon sokat segít, tehát az ő simogatása, vele való labdajáték, vagy akár a közelség, a szeretet, ez mind-mind látszik a gyerekeken, hogy nagyon nagy szükség van rá. És a népmességben is mind általában azért megjelenik, ugye, egy állat, egy jó, egy rossz igen, hát figura. Emberi tulajdonságokkal, és ilyen szempontból is rendkívül fontosak a mesék, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy milyen jó és rossz emberi tulajdonságok vannak, milyen jellembéli vonások fontosak, mit jelent a jó-rossz fogalma. Ezzel kapcsolatban voltak nagyon érdekes tapasztalataim jobbagyféltek és rajztanfolyamokon, gyerekekkel, serdülőkkel, kamaszokkal dolgozva. Tapasztaltam azt, hogy szemantikailag is, tehát jelentéstanulag is komoly problémát jelent az, hogy ezekről a tulajdonságokról beszéljünk, és itt jön a mese hiánya, vagy a beszélgetések, vagy a bábjáték hiánya, amikor megkérdezi a gyerek, hogy mit jelent az, hogy kárörvendő, vagy mit jelent az, hogy irigy, vagy mit jelent az, hogy szomorú. Pedig azért ezek a szavak felfellelhetők egy mese könyvben. Ez a funkciója, hogy átéleti azokat az érzelmi folyamatokat, emberi érzéseket, amikben éljük az életünket. Ha csak hallgatjuk a mesét, akkor az melyik agyféltekünket mozgatja meg? Hát mind a kettőt megmozgatja, hiszen a mesének története, folyamata van, tehát vannak benne bizonyos kognitív elemek is, de sokkal inkább a jobb agyféltekénket. Tapasztaltam, a jobb agyféltek és rajztanfolyamokon is volt ilyen feladat, hogy relaxáció után képzeljél el egy mesét és rajzold le. Hát bizony voltak gyerekek, akiknek erőlködniük kellett, hogy milyen mesét rajzoljanak. Ezek szerint abból kevés van, kevés érte őket. Na, őnekik úgy látom, hogy nem volt problémájuk és gondjuk. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm. És ígértem egy komolyabb témát, most akkor ebből is mutatunk önöknek egy kis összeállítást, hiszen a csúnya számok azt igazolják, hogy most már 8 évvel kitolódott a korábbi generációhoz képest a házasodni vágyás, a házasságnak az időpontja, és hát ennek következtében a családvállalás is. Magyarországon a rendszerváltás óta 8 évvel emelkedett az első házasságkötés átlagos életkora, és 5 évvel az első gyermekvállalásé. Nemzetközi szinten is hasonló a helyzet, de miért házasodnak és vállalnak később gyereket ma a fiatalok? Csupán anyagi helyzet kérdése ez? Vagy a munka és a karrier építése szorította háttérbe a családalapítást? A rendszerváltás környékén született fiatalok számára kinyílt a világ, sokkal több lehetőségük van, de ezzel együtt úgy látják, több buktató is várja őket az életben. Először is a sulit elvégezni, akkor ha a suli megvan, akkor egy normális munkahelyet. Ha a munkahely is normális, jól meg vagyunk, sikerülni van, akkor utána egy házasság, gyereket szeretnék azért megtervezni. Andrea 22 éves, másfél éve él párkapcsolatban. 30 éves kora előtt szeretne családot alapítani. Inkább a család, mint a karrier. Mondd, én inkább így. Nem tudom elképzelni, hogy naponta 12 órát dolgozok, és akkor alig vagyok a családdal, inkább az, hogy akkor 4-8 órás munkát, és akkor ott vagyok a családdal.
1990 óta egyre erősebben tolódik a 30 éves kor felé a családalapítás ideje a férfiak és a nők körében is. Mi befolyásolja ezt a döntést? Erre kerestük a választ egy fiatalok által kedvelt fesztiválon. A magam részéről még például nem érzem azt az anyagi biztonságot, hogy én ebbe belemerjek menni. Tehát nyilván vannak ilyen elvek, amikhez az emberek szeretik magukat tartani, hogy például hitelt nem veszek föl soha, meg kertesházba akarom nevelni a gyereket, meg mit tudom én, de hát ezért nagyon sokat kell küzdeni, nagyon szerencsés helyzetben kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember megengedhesse magának. János 26 éves. Fél éve van együtt barátnőjével, aki most épp Németországban dolgozik. Szeptemberben összeköltöznének, a gyermekvállalás is szóba került közöttük. János azonban, mint a legtöbb fiatal, ezzel kapcsolatban óvatosan fogalmaz. Mi erről beszélgettünk a párommal, és hát mi arra jutottunk, hogy mi azért előbb-utóbb szeretnénk mindenképpen, amikor majd úgy érezzük, hogy tényleg már megengedhetjük magunknak, hogy akkor bevállaljunk egy gyereket. Nos, a fiatalok úgy tűnik két lábbal állnak a földön, jól látják lehetőségeiket. Még akkor is igaz ez, ha az idősebb korosztály sokszor hajlamos úgy tekinteni rájuk, mint egy csak a saját érdekeit követő anyagias társadalmi rétegre. Persze, hogy vannak ellentétek, sokkal szabadabbak, most nézzük a pozitív oldalát, sokkal realisztikusabbak a mai fiatalok, mint az én korosztályom, és ez nagyon jó. A realizmust most nem elítélőleg nézem, hogy anyagi központú, hanem úgy, hogy úgy nézik a dolgokat, ahogy van valójában. Egy másik intézmény is hasonló tapasztalatokra jutott a fiatalok családalapításával kapcsolatban. Az ő felméréseik is azt mutatják, hogy a fiatalok a családalapítást megelőzően az anyagi önállóságért, a munkához jutásért küzdenek legtöbbet. A család az a biztonságot, lelki, gazdasági értelemben biztonságot adó intézmény, amely még ma is nagyon fontos a fiatalok számára. De ugyanakkor valóban ott van mellette, hogy amikor ők maguk család alapításban gondolkodnak, mert hogy fontosnak tartják a családot, akkor előjön nagyon sok esetben, hogy először egzisztenciát szeretnének építeni. Szerintem ebben pont ez a jó, hogy spontán az egész, nem? Hát igen. Az idei Fiatalok Világnapjával egy időben egyszerre 20 városban tartottak villámcsődületet a fiatalok, hogy ebben is felhívják a figyelmet arra, jelen vannak, tetrekészek, értéket teremtenek. A budapesti rendezvényen Novák Katalin, család és ifjúság ügyért felelős államtitkár is beállt a fiatalok közé. A fiatalok a beszélgetés során is azt jelezték a család és ifjúságügyért felelős államtitkárnak, hogy leginkább a munkahelyteremtésben számítanak a kormányra. Európa szerte komoly probléma az ifjúsági munkanélküliség, hiszen az ifjúság körében a munkanélkülieknek az aránya magasabb, mint a társadalom egészében. Ez alapvetően azért is van, mert nagyon nehéz az első munkahelyet megtalálni, és ebben segítünk például a munkahelyvédelmi akcióval, ami arról szól, hogyha egy munkaadó egy fiatalt alkalmaz, akkor neki ez kevesebbe kerül, mint hogyha egy annál idősebbet foglalkoztatna. A biztos munkahely után a következő lépésként a fiatalok az otthonteremtést jelölték meg fontos célként. Ebben segít a kormányzati döntésnek köszönhetően 2012-ben elindított új otthonteremtési program, amelyet idén tovább bővítettek, és bevezették a családok otthonteremtési kedvezményét, amelyet már egy gyermek vállalása esetén is igénybe lehet venni, új vagy használt lakás vásárlásához és építéséhez is. Az utóbbi években tehát egyre több intézkedés segíti a fiatalok boldogulását, és ezzel együtt azt, hogy fiatalabb korban is merjenek gyermeket vállalni. Van olyan, amikor egy fiatal éppen az egyetemi évei alatt, vagy éppen a főiskolai évei alatt, vagy azt közvetlenül befejezve alapítan a családot, és ilyenkor jelentett eddig akadályt az, ilyenkor nem mert gyermeket vállalni adott esetben egy fiatal azért, mert miután neki nem volt ezt megelőzően jogviszonya, ezért nem volt jogosult a GYED-re, ami ugye egy magasabb támogatási összeg, hanem csak a GYES-t, a gyermekgondozási segélyt kaphatta. Ezért került bevezetésre 2014-ben a diplomás GYED, amely felsőoktatási hallgatói jogviszony alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül született gyermek után vehető igénybe. A kormányhivatalokban igényelhető támogatás összege az alapképzésben résztvevők számára 73.500 forint,
A mesterképzésben résztvevők számára pedig 85.400 forint havonta. Munkahely, önállóság, anyagi biztonság. Ma erre vágynak a fiatalok Magyarországon ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak, családot alapítsanak. Az értékrend nem változott, támogatásra azonban nagyobb szükség van. Cserébe lendületet, tetrekészséget kapunk tőlük. Mi pedig műsorunk végéhez értünk, tudják, sorsolás. Az első nyereményünk az az egy darab családi belépőjegy, az október 2-án kezdődő díszmadár kiállítása. Ez a 30-as 691 51 61-es 60-as telefonszámnak a tulajdonosa. A helyszínen lehet majd átvenni a belépőjegyet. Aztán jön az egy darab páros belépőjegy a Bükki Szent Mihályi napi programsorozatra, illetve ezen belül is magára koncertekre, hiszen maga a programsorozat az ingyenes. Telefonszám a 30-as 352 23 99-es, és végül aki a vörösbort viheti haza, ő már azt innen a szerkesztőségből, 0630 290 898 29-es telefonszámnak a tulajdonosa. És még mielőtt végleg elbúcsúznék önöktől, azért még ajánlok önöknek két jó kis programot a figyelmükbe. Az egyik, ez az Oladi őszköszöntő fesztivál lesz, amely most szeptember 26-án indul, itt aztán lehet lecsót kóstolni, lesz zumba fitness, tombola sorsolás, bűvészműsor, és még sok minden más érdemes lesz ellátogatni, ahogyan Kőszegre is, mert hogy Szent Mihály napját már annyiszor emlegettük a mai nap, ugye a hagyomány szerint ilyenkor az állatokat visszaterelik a legelőbe, és ilyenkor a pásztorok tüzet gyújtottak, és a tűz irányába terelgették vissza az állatokat. Nos, a kőszegi szüreti mulatság, amely most indult, ott is van mágia gyújtás, oda is érdemes lesz elmenni. A szombaton este 20:30-kor lesz, mindenkit szeretettel várnak. Én pedig búcsúzom önöktől, viszont látásra, jó hétvégét kívánok! Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál szépségszalon gondoskodott. A műsorvezetőt öltöztette Jeans Store. Minden, ami divat.